Lélegezzünk nyugodtan, hasi légzéssel, mélyen. És fogalmazzunk meg egy eltökéltséget, azért vagyunk most itt, hogy a tudatépítéssel, a belső ösvénnyel foglalkozzunk, mert tudjuk, hogy ez az alapfeltétele annak, hogy a világot szolgálhassuk, a világ lényeit szolgálhassuk, önmagunkat is beleértve, hát hogy a világnak adni tudjunk valamit. A világ bajait orvosolni tudjuk, ez az alapfeltétele. Enélkül mindez lehetetlen. Tehát fogalmazunk meg az eltökéltséget. Mostantól kezdve a belső ösvényt, tudatépítés útját fogom járni. Azért, hogy képes legyek szolgálni az összes lény javát. Gyógyító meditációval foglalkozunk. És ennek a ösvénynek, mint általában a szellem ösvénynek az alapja, az a szemlélet, hogy mindenben jelen van a jóság, alapvető jóság. Ez a legfontosabb, legalapvetőbb üzenetben a szellem ösvénynek. Nem csak, hogy jelen van, hanem mindennek a természete a jóság. Tehát nem fordítva. Tehát a világ nem rossz, és nem kell megjavítani, a világ jó. Mi magunk is jók vagyunk, és mindenki más is jó. Emberek, állatok. Még a gonoszak is jók. Ja? A gonoszak is jók. A gonoszságról úgy ír az egyik nagy buddhista tanító, hogy ha valakinek rossz a természete, ja,
az arra miért haragudnánk, tehát miért látnánk őt negatívnak, hiszen tudjuk, hogy a tűz is éget, mégsem haragszunk rá ezért, mégsem érezzük negatívnak, ha valakinek ez a természete. A tűz természete az, hogy éget, igaz? A tűz természete az, hogy elemész dolgokat, elpusztíthat egy egész várost, igaz? Mégsem haragszunk rá ezért, mégsem látjuk negatívnak, igaz? Ugyanígy vagyunk a lények. Ha valakinek pedig nem a természete rossz, hanem átmeneti jellegű hibái vannak, tehát nem tudom én, a rossz társaságba került, vagy akár vagy kicsit megbolondult átmenetinek, akkor ez pedig olyan, mint a kék égen a füstfelhő. Kék égen a füstfelhő. Nem haragszunk se a füstfelhőre, se a kék égre. Azért, mert a füst átmenetileg eltakarja a napot. Igaz? Hát ugyanígy egy jó embernek, mondjuk valakit ismerünk, jó ember, de megbolondult, bolondságokat csinál, olyan, mint egy füstfelhő, ami eltakarja. Tehát olyan állapotban van. A benne a rosszaság csak egy füstfelhő, ami eltakarja a napot. De ez nagyon-nagyon nagy bölcsesség. Nagyon nagy bölcsesség. Mind a kettőnek az alapja a tiszta szemlélet, az alapvető jóság észrevétele, illetve elfogadása. Ez a két dolog, ez a két példa nagyon hasznos lehet hétköznapi életünkben, hogyha ilyen helyzetekbe kerülünk, ne felejtsük el soha. Tehát a jóságot kellene észrevenni a dolgokban, megengedni a világnak, hogy jó legyen. Ja? Mi nem engedjük meg a világnak, hogy jó legyen. Tegnap itt láttunk, néztünk egy Kurosawa filmet, aki egy nagy buddhista rendező volt, és ott csodálatos film volt, ugye nekünk szólt minden egyes mozdulata és szava, tehát tökéletesen buddhista film volt, buddhista tanítás, mulandóságról és egyéb dolgokról. Lényeg az, hogy nagyon röviden a főszereplőnek gyomorrákja volt, és tudta, hogy csak pár hónapja, vagy hete, vagy napja van hátra. És akkor különböző nagyon nehéz helyzetekbe keveredett, és akkor a társa, aki látta mindezeket, kérdezte, hogy nem haragszol, hát emberek ugye akadályozták őt, és rosszul bántak el, és azt mondta neki, kérdezte tőle a társa, a segítője, hogy nem haragszol, meg el tudod mindezt viselni. Akkor valami ilyesmit válaszolt, azt mondja, nekem csak rövid időm van hátra, ezért nem engedhetem meg magamnak a luxust, hogy haragudjak másokra. Ja? Nem engedhetem meg magamnak a luxust, hogy haragudjak másokra. Ja? Erről lenne szó. Tehát erről szól a tiszta szemlélet, az alapvető jósága. A mi választásunk, hogy mit látunk a világon. Teljesen a mi választásunk. Senki másik. A világ igazából, nekünk az a hiedelmünk, hogy a világ meghatározott tulajdonságokat tálal elénk, meghatározott minőségeket tálal elénk. Valóságban erről nincs szó. Valóságban erről nincs szó.
Teljes mértékben a mi választásunk, hogy mit veszünk észre a világból. Teljes mértékben a mi választásunk. De tudom, se nem jók, se nem rosszak önmagukban. Se nem szépek, se nem csúnyák. Se nem hasznosak, se nem haszontalanok. Ja. Ez mind csak a mi ítélkező tudatunk terméke. Hogy mit tartunk szépnek, mit tartunk csúnyának, mit tartunk jónak, mit tartunk rossznak, hasznosnak, mit tartunk haszontalan. Mind a mi ítélkező tudatunk terméke. De az ítélkező tudat mögött is van még tudat. Ja, nem az egész tudat ítélkező. Ítélkezés a tudatban csak egy vékony kis hártya. A mögött, az alatt vagy fölött vagy akárhogy akarjuk mondani, van egy hatalmas tudat, aminek nem szokása az ítélkezés. Ami nem elfogult. Ezt írjuk úgy, hogy az alapvető jóság. Tehát a tudat, a mi tudatunk, alapvető természete, alapvető jóság. Hogyan tudunk ebből valami hasznot hajtani magunk számára? Tiszta szemlélet kialakításával. Tiszta szemlélet kialakításával. Megengedni a világnak, hogy jó legyen, megengedni a lényeknek, másoknak, hogy jó legyen, megengedni magunknak, hogy jók legyünk. Ja. Mert ez a természetes. Nekünk is, másoknak is, meg a világnak is. Megengedni. Mit jelent ez? Ez egy nagyon érdekes új fogalom, amit itt be kell vezetnünk az életünkbe. Ezt úgy hívják, hogy engedékenység. Engedékenység. Hallottátok már ezt a szót? Pusztán nyelvtanilag ugye ismerősnek tűnik. Engedékenység. A szellemi úton nagyon fontos fogalom, az engedékenység. Mit jelent ez? Nagyon konkrét dolgokat jelent. Azt jelenti, hogy ha reggel a kávénk nem olyan meleg, mint szeretnénk, akkor nem csapunk batáliát. Kimegyünk a reggelit, nem tudom, a konyhába, vagy akárhova, ahol reggelizünk, és szerető férjünk már megterítette az asztalt, nehogy Isten a feleségünk, vagy a gyerekünk, vagy valaki, és ott van a kávé, és nem olyan meleg, mint szeretnénk. Nem csapunk patáját. Vagy ha ma sincs a sótartó az asztalon, akkor sem csapunk patáját. Engedékenység. Engedékenység. Itt kezdődik. Itt kezdődik a tiszta szemlélet. Tehát gyakorlatról van szó. A tiszta szemlélet nem elmélet, hogy nagy. Nem tudom, én tudunk beszélni a világ jóságáról, meg a szeretetről, meg mindennek a lényege a szeretet, meg mindenben Istent látom, stb. Stb. De ha nincs ott az szótartó, a reggelőző asztalon, akkor minden borul. Engedékenység, nagyon fontos. Egyszerű gyakorlati dolog, engedékenység. Engedékenyek vagyunk. Ez jelenti megengedést, a megengedést is, és az elengedést is. Elengedjük a megszokott követelményeinket, ja? Elvárásainkat. Képesek vagyunk elengedni. Vagy legalább engedni belőle egy kicsit. Ezzel kezdjük. Kicsit engedni belőle. Nem kell, hogy a dolgok annyira pengék legyenek. Kicsit le lehet kerekíteni a sarkokat.
jelenti a elengedést is, és jelenti a megengedést is. Tehát megengedjük a dolgoknak, hogy ne pont olyanok legyenek, ami ugye a mi elvárásunknak tökéletesen megfelel. Megengedjük, elfogadjuk, hogy dolgok lehetnek mások is. Ja. Az engedékenység. Ezzel kellene egy kis történetet elmondani. El is fogok. Nagyon okos történetek vannak erről. Például itt van ez a klasszikus történet, amikor is hol volt, hol nem volt, fenn a hegyen élt egy remete, lenn a faluban élt egy család. Történt egyszer, hogy a nagylány teherbe esett. Szülők tudni akarták, ki az apa, azonban a lány nem valotta be. Végül, amikor gyermeke megszületett, engedett szülei szűnni nem akaró kérdelésének és fenyegetéseinek. És azt mondta, a gyermek apja a remete fent a hegyen. Ki más? A szülők erre fogták a kisbabát, felvitték a hegyre, és odaadták a remetének e szavakkal. Itt a gyermeket, te vagy az apja, tedd a dolgot, és a gyermeket ott hagyták nála. A remete csak ennyit mondott. Jól van. Gondjaiba vette a kisbabát. Teltek múltak az évek, a gyermek a remete mellett már szépen felcseperedett, amikor egy nap a lány odaállt a szülei elé, és azt mondta. Nem mertem az igazat elárulni, a gyermekem apja nem a remete, hanem a szomszéd fiú. A szülők alaposan megdorgálták lányukat, majd felmentek vele a remetéhez a hegyre. Bocsáss meg nekünk, szent életű mester, most már, hogy gyanúba kevertünk, a lányom ma elmondta, hogy nem te vagy a gyermeke apja. Nagyon sajnáljuk, amit tettünk. Mivel nem te vagy az apja, a gyermeket most magunkkal visszük. A remete csak annyit mondott, jól van, és átadta neki. Ja? Tehát engedékenység. Ez lett volna az engedékenység, ugye? Ja, tehát a következő dolog a tiszta szemlélet. Tiszta szemlélet. A világra kétféleképpen tekinthetünk. Tekinthetünk a dolgokra úgy, hogy azt látjuk meg, mi a jó bennük, vagyis a tisztaságokat látjuk, vagy tekinthetünk rájuk úgy, hogy azt látjuk meg, mi a rossz bennük, vagyis tisztátalannak látjuk őket. Szemléletünk azután rányomja a bélyegét cselekedeteinkre, ezért a cselekedeteinket elvégezhetjük akár tiszta, akár tisztátalan szemlélettel. Például, valakinek adhatunk valamit úgy, hogy egyszerűen meg akarunk szabadulni egy felesleges dologtól, vagy úgy, hogy egyáltalán nem törődünk azzal, hogy amit adunk, jó-e az illetőnek. Ez a magatartás egyszerű érdektelenség, ami pedig tisztátalan szemlélet. Azonban adhatunk figyelmesen is. Felmérhetjük gondosan a helyzetet, és megállapíthatjuk, hogy amit adunk, arra annak az embernek valóban szüksége van-e. Ugyanez vonatkozik minden cselekedetre és élethelyzetre. Például lehetünk nagyon türelmesek egy helyzetben, miközben így gondolkozunk. Ez a szerencsétlen nyomorult, aki engem bánt, sajnálatra méltó, de mivel nem igen tudok más tenni, legjobb a dolgot elviselni. Azonban ez nem tiszta szemlélet. Nem a dolgok elviselése összeszorított foggal, gyűlölködve. Ja? Bosszút forralva.
Nem ez a tiszta szemlélet. Nem ez az igazi türelem. Ezzel szemben felvehetünk egy bátor magatartást is ezzel a gondolattal. Még ha vissza is adhatnám neki mindezt, sosem tenném. Ez már tiszta szemlélet. A tiszta szemlélet megalkovás nélküli folyamatos fenntartásán alapul a valódi bátor türelem, amely félelemmentes és hatalmas, legyőzhetetlen erőt ad. Bármilyen helyzet adódik, bármilyen próbatétellel kerülünk szembe, nem tántorodunk el józanságunk méltóságától, nem engedjük magunkat lealacsonyodni. Erről lenne szó, a lealacsonyodásról van szó. Ez megint csak egy olyan könyv, ami a szótárban leghátul van. Bár elbetűs, de külön van egy szószedet a szótárban leghátul van. Csak oda van írva, hogy log in. Ja? És csak akkor lehet hozzáférni. Kicsit fizetni is kell. Akkor hozzáfér az ember ezekhez a szavakhoz, manapság. Ja? Tehát a lealacsonyodás. Mit jelent az, hogy lealacsonyodás? Az alapvető jóságunk. Ja? Semmi bevétele. Az alapvető jóság, józanság, erő, méltóság, tartás, ja? Emberség, melegszívűség, figyelmesség, tolerancia, és így tovább, és így tovább. Csupa nagyszerű, emberi tulajdonság. Ja. Nem engedjük, hogy a zavaros érzelmek, a gyűlölet, a gőg, ragaszkodás, az irigység vagy az ostobaság eluralkodjanak rajtunk, és a nyomukban rossz indulatú kívánságok, gondolatok fogalmazódjanak meg. Erről lenne szó. Ja. Röviden és velősen megfogalmazva. Tehát van az alapvető jóságunk, ami egy józan, tiszta és méltósággal rendelkező, tartással rendelkező, nagyszerű dolog. És aztán jönnek az érzelmek, zavaros érzelmek, az önzés, gyűlölet, vágy, ragaszkodás, ostobaság, közöny, irigység, féltékenység, gőg, ezek a fő érzelmek. Ezek nagyon nagy erővel jönnek. Nagyon óriási erővel jönnek. Van, amikor alattomosan jönnek, van, amikor pedig robbanásszerűen jönnek. Na. És akkor az ember beléjük bonyolódik, és egyszer beléjük bonyolódtunk, akkor bármi megtörténhet. Nem emlékszünk semmire. Nem emlékszünk tartásunkról. Vagy ha emlékszünk is, nincs erőnk. Nincs erőnk. Ja? Nincs erőnk. Lehet, hogy egy darabig küszködünk, de aztán elfogy az erőnk. Mert az érzelmek nagyon-nagyon erősek. Nagyon erősek. És a szokásunk is nagyon erős, amely arra késztet bennünket, újra és újra, hogy alávessük magunkat az érzelmeknek. Az embernek ez egy szenvedélye, mondjuk egy szenvedélye. Szenvedélye. Tehát ez szintén egy nagy mester mondja, hogy nem akarunk szenvedni, menekülünk a szenvedéstől, de mint a bolondok, imádjuk az okait. Bolondok, imádjuk a szenvedés okait. Senki se akarja a nyelvét elvágni, de a borotva éléről a mézet nem állja meg, hogy le ne nyalja. Nem tudja megállni. Még akkor sem tudja, hogy ott a borotva, és tudja, hogy el fogja vágni, és tudja, hogy hetekig nem fog tudni se enni, se semmit, nem, csak szenvedni fog. Akkor is a mézet ott le kell nyalni. Nem tudjuk megállni.
Miért? Az érzelmek miatt. Az érzelmek miatt. Az érzelmek miatt. Borzasztó erősség. Ha nem lennének, akkor nagyon egyszerű dolgok volna. Kitaláljuk, hogy hogy akarunk élni, és akkor úgy élünk. Jó ember abból állna, jó ember élete abból állna, hogy megszerkesztene magának egy programot. Egy programot. Ja? Ezeket a dolgokat fogom csinálni életemben, ezeket a dolgokat nem fogom csinálni életemben. Ja? És akkor lennének ugye, ilyen programokat, meg lehet vásárolni előre. És akkor mindenki boldog lenne. Kiválasztanám, összeállít, elmenne a specialistához kérem. Igen, akkor dolgozom ki egy nekem való megfelelő programot, és akkor biológus, vagy asztrológus, vagy akárki. Ezeket csinálni, ezeket nem kell csinálni, és akkor minden rendben. És akkor az ember csinálja, és minden rendben. Ilyen lenne az élet. Ja. Hát dögunalmas lenne, persze. Dögunalmas lenne, mert az érzelmek azok, amik ugye a életet, a változatosságot hozzák be az életünkbe. Ugyanakkor, amikor a problémát is. Hát mind a kettőt ők hozzák. Tehát most nem kell az érzelmeket ugye negatívra, tehát egy oldalúan és egyértelműen negatív pecséttel ellátni. Az érzelmek azok csodálatos dolgok. Csodálatos dolgok. A probléma csak, hogy nem tudok velük bánni. Nem tudok velük bánni. Ha van az embernek egy paripája, ugye, ez egy csodálatos dolog. De ha nem tud vele bánni, akkor a halálát leli. Ha? Vagy egy autója, vagy egy házastárs. Hát nem tudunk velük bánni, ez a probléma. Ez a probléma. És nem elég elméletileg fölkészülni ahhoz, hogy bánni tudjunk az érzelmeink, hanem át kell alakulnunk. Ezt úgy hívjuk, hogy meg kell tisztulni. Tisztulni kell. Mitől kell tisztulnunk? Tisztulnunk kell attól a szokásunktól, hogy készségesen alávetjük magunkat az érzelmeinknek. Ettől a szokástól kell megtisztulnunk elsősorban. Ez csak egy szokás, egy beidegződés. Az érzelmeket másképp is lehet hasznosítani az életünkben. Ja. Tehát tiszta szemlélet. Tehát nem engedjük, hogy a zavaros érzelmek eluralkodjanak, és így tovább. Ezzel szemben az nem valódi türelem, ha tiszta szemlélet nélkül gyáván erőlködünk a kellemetlenségek és a megpróbáltatások kénytelen, kelletlen elviselésért, miközben elménkben kavarog a gyűlölet, bosszúszor, megvetés, félelem és a többi zavaros érzelem, és tisztátalan gondolat. Tiszta szemlélet három pillére az elkötelezettség, a felelősségvállalás és a helytállás. Az elkötelezettség azt jelenti, hogy szívünk mélyéről megfogadjuk, hogy mostantól, e szent pillanattól mindig csak az összes élőlény és az egész világ javát szolgáljuk minden cselekedetünkkel, szavunkkal és gondolatunkkal. Hát ez egy nagyon fontos dolog, nagyon fontos dolog, tehát ez egy óriási erő. Hogyha érzelmekkel akarunk bánni, mivel hogy azok elképesztő erővel rendelkeznek, nekünk is egy erős segítségre van szükségünk. Ja. Ez az elkötelezettség.
De nem mi iránt kötelezik el magunkat, nem mindegy, hogy mi iránt kötelezik. Az összes lény javáért, az összes lény szolgálatáért. Ez egy olyan erő, ami fölülmúlja az érzelmek erejét. Fölülmúlja. Hogyha ezt kifejlesztjük, fölülmúlja. Ez egy verhetetlen erő. Az érzelmeket helyükre lehet tenni. Érzelmeket lehet, hogy mondjam, meg lehet szelídíteni, mondjuk így. De ez egy olyan erő, ami azt mondják, hogy ez az erő, ha csak egy pillanatra is fölkér bennünk, abban a pillanatban tökéletesen meg tudunk szabadulni minden negativitástól. Ez az erő. Egy pillanatra megjelenik. Ezt a szanszkritul ezt hívják bodhicitának. Az ébredés szelleme, vagy eszmélés szelleme. Elkötelezettség az egész világ, az összes lény a szolgálatai alája. Mit jelent ez? Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy rádöbbenünk, hogy a tudatunk hatalmas. Ezzel szemben az érzelem ereje abban rejlik, hogy beszűkíti a tudatot. Tehát az érzelem akkor tud eluralkodni rajtunk, ha a tudat beszűkül. Az érzelmeknek beszűkítő. Elkap bennünket például harag, gyűlölet, akkor úgy érezzük, hogy nagyon tisztán látjuk a helyzetet. Például van nekünk egy megoldatlan helyzetünk valakivel, ugye, aki mindig akadékoskodik, vagy árt nekünk, vagy nem tudom én, és akkor egyszer ugye túlcsordul a pohár, és jön a harag. És akkor az ember érzi, hogy erő van, látom, tudom, mit kell tennem, igaz? És akkor az ember nem megy a vadászból, vagy ezek kis felhúzni. Ja. Bam, bam, bam! Ja. És akkor megoldotta a problémát, amit évek óta ugye nem tudtam megoldani. Most tisztán látással és detrekészséggel megoldotta a problémát. Igaz? Ja? És akkor az ember hazamegy, és akkor kopognak az ajtón. Ja? Vagy a rendőrség áll ott, ugye, embert öltünk, vagy pedig az illetőnek a barátai. Vagy ez, vagy mind a kettő. Vagy lehet, hogy a rendőrség volt az ő barát. Ja? És akkor ez a beszűkültség egy pillanatra kicsit kitágul, és az ember rájön, hogy milyen baromságot csinált. Tehát a beszűkültség. Azt hiszük, hogy tisztán látunk, egy pontot látunk tisztán. Egyetlen egy pontot látunk tisztán. Ez az érzelem. Így hat az érzelem. De azt borzasztó erővel, arra az egy pontra irányul minden erőnk, azt az egy pontot látjuk tisztán. Csőlátás, ezt úgy hívják, igaz? Csőlátás. Olyan, mint az autóvezetésnél. Minél nagyobb a sebesség, annál inkább beszűkül a látásunk. Egy pontra, igaz? Minél erősebb az érzelem, annál inkább beszűkül a látásunk. Márpedig ez a tudatnak egy természetellenes állapota. Ezzel szemben a kitárulkozás, a panorámikus látás, ja? Összes lény javának a szolgálata, ja, észlelése és szolgálata, ez a tudatnak természetes állapota. Hát ezért van a megvilágosodás szellemének ilyen óriási ereje. Mert ez a tudat természetéből fakad. A beszűkült állapot az egy eltorzult tudatállapot. Tehát akármilyen erős is az érzelem, véges. Véges. Hát ezért nagyon fontos, hogy az ember a megfelelő ellenszert alkalmazza. Megfelelő ellenszer az ébredés szelleme. Hát az ébredés szelleme mellett hogy mondják, kötelezzük el magunkat.
lehet. Ez az első, a legfontosabb. A második a felelősségvállalás, ami azt jelenti, hogy minden erőnkkel kerüljük a szenvedést okozó ártalmas tetteket, még a legkisebbeket is, és törekszünk a segítségnyújtó jó tettei gyakorlására. Mivel a világon minden szenvedés és mindenféle rossz okai a rossz tettek, és minden boldogság és jó okai a jó tettek, e bátor felelősségvállalással kezünkbe vehetjük nem csak önmagunk sorsát, de az egész világét is. Hát ez a második. Megalkuvás nélkül. Soha nem ártani, soha nem tenni olyat, ami ártalmas, akár magunknak, akár másoknak. Titokba se. Nem látja senki. Ja, és tehát a legkisebb rosszat sem engedjük meg magunknak. Ez fontos. Mert ez a titok, ez azt jelenti. A legkisebb, még alig látható rosszat sem engedjük meg magunknak. Ja. Nem csak a nagy dolgokat, nem csak arról szól, hogy ember nem ölök. Ez egy nagy dolog. Kis dolgokat megint ölök magunknak. Csomó minden apró dolgok. Ja. És ugyanakkor soha nem mulasztani el egyetlen lehetőséget sem, ami jó cselekvésre adódik. Ha? És ott is a legkisebbet sem. A legkisebb jó tettre adódó lehetőséget sem szabad elmulasztani, elszalasztani. Ez a nagy gyakorlás. Ja? Erre mondta Guru Rinpoche, hogy a elméd legyen, a szemléleted legyen hatalmas, tágas, hatalmas, mint a tér, ja? De a gyakorlásod legyen olyan finom, mint a liszt. Tehát olyan aprólékos, minden egyes liszt szemcse, vagy mondjuk így homokszem számít. Minden egyes homokszem számít. Ugyanakkor, amikor a tudat, a szemlélet, a teljesség tudat, ezzel egyidejűleg a gyakorlat olyan aprólékos és precíz, hogy minden homokszem számít. Ja? Minden liszt szemcse számít. Ja? Ezt a kettőt kell összeegyeztetni. Ugye az előző volt a nagy, igaz? Az összes lény javának szolgálatáért való elkötelezettség. Ez az ember ugye, törekvése. De ennek a gyakorlati megvalósítása nem abból áll, hogy akkor gyerekek, akkor apró dolgok nem számítanak. Gyerekek, nagyban működünk. Ugye? Hát, ahogy ugye a ostoba emberek, diktátorok, ugye, mondják, hogy a célt szentesíti az eszköz. Tehát egy pár millió ember áldozat lesz, tudjuk, de hát ez csak matematika, nem érdekes. Vele jár. A nagy szent cél megvalósításához ez kell. Ugye, attól függ, keletiek azok néhány millióban gondolkodnak, nyugatiak néhány tízezerbe. Ez a különbség. Nem számít. Ja? Nem. Tehát a legkisebb homokszem is számít. Márpedig itt most nem a világ meglátásról van szó, hanem rólunk. Nem mindegy, hogy mit csinálunk. Ha csak a világot akarjuk meglátani, akkor tök mindegy. De most mi rólunk van szó? Mi bőrünkről van szó? Nem mindegy. Tehát ezt a két dolgot kellene összeegyeztetni. A harmadik, még ezek mellett
ugye a elkötelezettség és felelősségvállalás mellett a harmadik a helytállás. A helytállás, ez pedig a gyakorlás, a maga a gyakorlás. Azt jelenti, hogy elkötelezettségünktől és felelősségvállalásunktól nem tántorodunk el soha. Helytállni csak azt tud, aki ismeri önmagát, átlát önállítása, család, szövevényen. A helytállás saját természetünk ismeréséből, az alapvető jóságunkból táplálkozik. Ja? Tehát ez már a gyakorlás, ez a gyakorlás. Ezt lehet úgy is mondani, ahogy ugye a buddhizmusban mondjuk, hogy figyelmesség, gyakorlás, figyelmesség, gyakorlás. Ami azt jelenti, hogy soha nem feledkezünk el a elkötelezettségünkről. Ja? Soha nem feledkezünk el arról, hogy milyen felelősséget vállaltunk. Ja? Mindig bennünk van. Nem feledkezünk el. Következetesen, megalkovás nélkül gyakoroljuk. Hát ez a három dolog. Ez a három dolog megvan. Akkor működik a gyakorlásunk. A tiszta szemlélet gyakorlása. Ha tiszta szemléletet gyakorolunk, az életünkben adódó nehézségekből soha sem lesz szenvedés, mert minden helyzetben meglátjuk a jót, a fejlődésre és a segítésre adódó alkalmat. Ezért a tiszta szemlélet egy olyan mérhetetlen hatalmas erő, amellyel az egész világot megváltoztat. Tehát az embernek negatív a szemlélete, mi annak az eredménye? A tudat beszűkül, mert az eleve a negatív tudat az egy beszűkült tudat, a tudat beszűkül, és az ember önmagát vágja el a lehetőségektől. A világ tele van mindig lehetőségekkel. Egyedül a beszűkült tudat az, ami képtelen észrevenni a lehetőségeket. Ezért mindig ugyanazt csináljuk. Mindig ugyanazt csináljuk. Jó? És ha valamit elveszítünk, akkor rögtön keresünk egy ugyanolyat. Addig nem nyugszunk, nem vagyunk boldogok, ami nagyon hasonlóval nem tudjuk folytatni, vagy helyettesíteni azt, amit elveszítettünk. Hát vannak emberek, akik 8-szor házasodnak ugyanazzal az emberek. Tehát a lehetőségek itt vannak, de csak a tiszta, nyitott és jelenben, éberen jelenlévő tudat képes észrevenni a lehetőséget. Egy bemerevedett, beszűkült, zavaros, negatív tudat, az a saját börtönének az őre. Képtelen lehetőséget látni. Ja? Képtelen lehetőség. Tehát a tiszta szemlélet azt jelenti, hogy még ha baj történik, úgynevezett negatív dolog, abban is észreveszi a lehetőséget. Észreveszi a lehetőséget. Például egy egyszerű dolog, egyszer a depresszióról forgattak filmet, és akkor ki eljöttek Tarra is, és akkor beszélgettünk ezzel emberekkel, és mesélték, hogy hát sok helyen voltak már is. És depressziót gyógyítanak úgy, ja, bizonyos helyeken, hogy megtanítják az illetőt, a beteget a mulandóság szemléletére. Azzal, hogy a depresszió is mulandó, annak is van vége. És ez önmagában egy olyan erőt, egy olyan erőt ad a páciensnek, hogy ettől az egy dologtól képesek meggyógyulni. Mert a depresszió pontosan, hogy egy beszűkült tudat kilátástalanság, igaz? Nincsenek lehetőség. Nincsenek. Ezt az egy dolgot tanítják meg nekik. Hát az persze van kezelés is mellette, de ez a fő dolog. Megtanítják, hogy depresszió mulandó. El tud múlni.
el tud múlni. Ezt megértik, megjobbulnak. És hát a kicsiben ugyanez van velünk. Ugyanez. Jön valami negatív dolog, ja? Beszűkül a tudat. Érzelmek jönnek, ugye? Tetszik, nem tetszik, stb. Ugye? Vágyragaszkodás, ellenszem, gyűlölet, stb. Jönnek az érzelmek, a tudat teljesen beszűkül, bekeményedik. Elveszítjük a valósággal minden kapcsolatunkat. Ja? Belső világban bezárkózunk, semmi lehetőséget nem látunk. Semmiféle lehetőséget nem látunk. Most ez a vége. Ez elég. Attól kezdve ugye nem történik semmi jó. Tehát lehetőségek itt vannak. Lehetőségek itt vannak. Ha valakinek sikerül nyitni a tiszta szemlélet felé, egyre inkább meg fogja tapasztalni, hogy még az úgynevezett rossz dolgokban is vannak lehetőségek. Például egy lehetőség az, hogy elmúlik a rossz dolog. Amikor itt van, nem hiszük, nem tudjuk, nem gondoljuk. Annak soha nem lesz vége. Ugye mondják ezt, hogy már látom az alagút végét. Milyen nagy dolog. Sötét van, és már látom az alagút végét. Ugye erről van szó. Alagútnak vége, van vége. Minden mulandó. Hát a tiszta szemlélet, ez csak egy példa, tehát a tiszta szemlélet nagyon sok ugye, dolgot érint. Észrevenni a lehetőséget. Ugye, hát azt mondjuk, hogy nincs baj, nincs szenvedés, nincs probléma. Igaz? A gyakorló számára. Ja, megoldandó helyzetek vannak, feladatok vannak. Tehát kétféle ember van. Alapvetően kétféle ember van. Nem csak úgy, hogy nő és férfi, hanem úgy is, hogy gyakorló és nem gyakorló. Gyakorló és nem gyakorló. Akinek van belső ösvénye, és akinek nincs belső ösvénye. Kétféle ember van. Többféle ember nincs. Ja? És most tessék megkapaszkodni. Megkapaszkodni. Mert most sok, sok követő. Akinek nincs belső ösvénye, az szenved. Akinek van belső ösvénye, az nem szenved. Tetszik ezt érteni? Most a belső ösvény nem azt jelenti, hogy eljárok egy klubba és mantrát recitálok. Vagy imádkozok. Belsőség nem azt jelenti. Belsőség azt jelenti, hogy dolgozom magammal. Miért nincs szenvedés? Azért, mert csak attól a pillanattól, hogy valaki komolyan rálépett a belsőségre, attól kezdve neki feladatai vannak. Feladatai vannak. Élethelyzetek, amelyek olyanok, mint a táplálék. A belső fejlődés, ez a táplálék. Ja, nem biztos, hogy csoki torta, lehet, hogy trágya. De trágya is táplálék, ugye? Trágya. Ostoba paraszt, azt mondja, büdös, ezt vigyétek innen. Okos paraszt, bekeveri, és abból lesz a legnagyobb kincs, ugye? A legnagyobb kincs. Megerjed, megérik, és abból lesz a legnagyobb kincs. Aztán van a köztes állapot, ezek a kínaiak, akik magával a meg nem érlett dologgal trágyáznak. Ezt láttam Tibetben is, nem hittem a szememnek. Utána megiszik azt az ötséget, amit az alapanyaggal trágyáznak, és nem a trágyával, kész trágyával. Na lényeg az, hogy... Hogy tehát, ne felejtjük el, ez nagyon fontos, kétféle ember, tényleg kétféle ember. Van, aki szenved, van, aki nem szenved. Ja? Van, aki szenved, és van, aki nem szenved. Akinek nincs belső ösvénye, az szenved, akinek van belső ösvénye, de nem szenved. Érik őt
mindenféle dolgok. Őt is érik. A fejét verik kalapáccsal, ugyan, mint neki is. Ja? De ebből nem lesz szenvedés. Hanem ez maga az ösvény. Ez mondom, csoki torta neki, csoki torta. Attól erősebb lesz a gyakorlása. Minél inkább érik őt megpróbáltatások, annál erősebb lesz a gyakorlása, és annál hatékonyabb lesz a fejlődése. Ezzel szemben, ha valakinek nincs belsősége, és ütik a fejét kalapáccsal, azt ismerjük. Igaz? Azt ismerjük, hogy milyen. Igaz? Na hát ezt hívjuk úgy, hogy tudatépítés. Ezt hívjuk, hogy tudatépítés. Be is fejezném. Még akartam, hogy történetem van elmondani, de az olyan hosszú, hogy most már mai napban nem fér be lenni, már is túl orrában vagyunk. Jó? Megvárjunk. Legközelebb. Ráérünk. Nem érünk rá. Tiszta szemléletről szól, de egy nagy fejezet. Ja. Akkor köszönöm ezt a csodálatos napot, és akkor végezetül ezt az energiát, ezt az érdemet, ahogy mondjuk, ezt a szeretet energiát tegyük közkincsé. Végülis azért voltunk itt kezdettől fogva, hogy az összes lét, az egész világjavát szolgáljuk, és most ez megtörtént, és végezetül ajánljuk föl a terméket, igaz? Tehát azt az elleni energiát, amit felszabadult, azt ajánljuk föl az összes lénynek. És közben ne felejtsük el azt, amiről az előbb volt épp szó, hogy ez téridő korláta, a tér és az idő korlátain túl van ez az energia, tehát a tudat. Tiszta tudatenergiák túl vannak ezek. Tehát a tér és az idő képzete maga is csak egy terméke a tudatnak. A tudat természete messze túl van. Mentes ezektől a korlátoktól, fogalmaktól. Tehát amikor felajánljuk az érdemeket ilyen módon, akkor tudnom kell, hogy tér és idő itt nem korlátozza ezt a felajánlást. Tehát hogyha valaki messze van, akár egy másik galaxisban, vagy akár az is megkaphatja, hogyha felajánljuk, ha odaadjuk. Jó? Tehát próbáljuk ezzel a gondolattal, ezzel a szellemmel. Vagy ha valaki meghalt, nincs jelentősége, mert az ő tudatárama folyik tovább. Valahol van. Vagy itt a Földön, vagy fizikai testben, vagy akár szellemtestben, de kötődik a Földhöz, vagy valahol máshol van, más létbirodalomban, akárhol szellemi birodalomban, vagy távoli galaxisban, vagy akárhol, valahol van, tehát egy tudatáramnak soha nem lesz vége. Tudatáram az megy tovább, folytatódik. Tehát ezzel a gondolattal ajánljuk föl ezeket az érdemeket. Tehát egy határtalan érdemről van szó, és az összes lénynek ajánljuk föl. Jó? És gondoljuk erősen azt, hogy ezt meg is kapják, és ez az, ami valóban javít a világ dolgán, ez az, ami javít. Ja? Ezzel a gondolattal és tudattal, és maga önbizalommal. Ja? Ajánljuk, tegyük köszönöm. Köszönöm.
Amen.